Van, aki az állását félti, mások munkájuk megkönnyítését remélik a mesterséges intelligencia legújabb vívmányától. A ChatGPT különböző algoritmusok alapján sok mindenre, akár tudományos dolgozatok, tanulmányok, színházi szövegkönyvek, versek, regények, újságcikkek megírására is képes, illetve válaszol bármilyen kérdésre. Felhasználóinak száma 2 hét alatt több millióval bővült, ilyen mértékű növekedésre pedig még a legnépszerűbb közösségi oldalak sem voltak képesek. Mi is megvizsgáltuk, hogyan működik, a miértekről pedig IT szakértővel beszélgetünk, de előtte nézzünk meg egy bejátszást. Egyszerre lenyűgöző és félelmetes, mondhatnánk arról a ChatGPT elnevezésű mesterséges intelligencia alapú chatbotról, amely az utóbbi időben felforgatta az egész világot. De mi is ez a ChatGPT, és miért olyan nagy szám ez az egész? Személy szerint egy AI alapú chatbot vagyok, amelyet OpenAI képzett. A feladatom az, hogy segítsek válaszolni a kérdésekre és elősegíteni a társalgást. A ChatGPT az OpenAI nevű cég mesterséges intelligencia rendszere, amely képes párbeszéd jelleggel megválaszolni összetett kérdéseket. Forradalmi technológiáról van szó, de nem csak azért, amire képes, hanem azért is, amilyen hatást gyakorolt az emberekre. A november 30-án élesedett chatrobot működésének 5. napjára már elérte az 1 millió regisztrált felhasználót. Ugyanehhez a Facebooknak 10 hónapra, a Netflixnek 2 évre volt szüksége. Ez mutatja, milyen radikálisan új dologról van szó. A ChatGPT olyasmit tud, amit eddig egyetlen más keresőmotor sem. Információkat befogadni és koherens véleményt alkotni árnyalt gondolkodást igénylő témákról. Tud beszélgetni az élet nagy kérdéseiről, irodalmi esszét írni, programot javítani, házi feladatot megoldani, verset írni és még számos egyebet. Mi is csevegésbe bonyolódtunk vele, megkérdeztük, hogyan határozná meg önmagát, tud-e dolgozatot írni retorika témájában, de irattunk egy szerelmes verset vele, és esti vacsorára is javasoltattunk vele receptet. Az eredmény minden esetben pár másodperc alatt megszületett. Rendelkezem egy nagy méretű adatbázissal és képességgel, hogy értelmezzem és megválaszoljam a kérdéseket a lehető legjobb tudásom szerint. Azt mondanám, hogy a tudásom nagy részt 2021-ig terjed. Egyelőre ízlés dolga, hogy ki mit gondol a mesterséges intelligencia fejlődéséről, lehet rettegni, hogy elveszi a munkánkat, vagy egyenesen leigázza az emberiséget, de akár bizakodni is, hogy megszabadít a munka terhétől, és megkönnyíti az életünket. Ma még a legnagyobb technológiai zsenik sem tudhatják, hová fut ki a dolog. Minden esetre egyre inkább beépül a köztudatba, hogy itt van ez a mesterséges intelligencia, ami így vagy úgy hatalmas változásokat hoz majd a társadalomban. Műsorunk vendége Valics Lehel, IT szakértő. Jó estét kívánok, köszöntelek a stúdióban. Jó estét, köszöntelek én is. Mi ez az őrület? Úgy tudom, hogy téged is behálózott ez az egész. Miért élnek, halnak a felhasználók ennyire a ChatGPT-ért? Gondold azon, hogy találkozol egy személlyel, akinek teszel egy kérdést, és annyira jól válaszol, miért teszel még egy kérdést, és még egy kérdést, és mindenre tud neked válaszolni, és elképesztő, hogy hoppá, honnan tudja ezeket az információkat. Most tegye oda 1 millió embert, mindenki megkérdezte őt, mindenkinek ugyanúgy válaszol, ugyanolyan jó kedvel, és ugyanolyan hozzáadással, és mindenki meg van elégedve azzal, amit kap választ. Vannak rossz válaszok is, de a legtöbb az jó válasz. Nem fogna meg téged ez az ember, akivel beszélges egyfolytában? De amúgy hogyan működik a chat? Tehát egy nagy adatbázis van a háta mögött. Ugyanúgy képzeljük, mint ahogy a régen a Google kereste a minden oldalra összeszed az információt, ugyanúgy összeszedték az információt, megtanították a ChatGPT-t, megvan egy nagy adatbázis, te kérdezel, bejön egy bejövő információ, amit ő analizál, megnézi, hogy melyikek a legtöbb válasz, amit ő erre adott már, és abból pedig kirak neked egy más választ. Tehát, és minden válasz egyedi.
Amúgy, amikor készültem erre a beszélgetésre, bevallom, töredelmesen meglepődtem. Miután azt olvastam, hogy például Kolumbiában egy törvényszéki bíró megkérdezte a chatbottól, hogy vajon helyesen döntötte, egy lelkész a vasárnapi beszédét a chatbottal íratta meg, és haba tortán, hogy egy robot például már a chatbottal dolgozik, és ez már nem science fiction. Hova vezet ez az egész? Igen, tudom mind a három dolgot, tehát igazából az elsőről olvastam én is, és a bíró azt mondta, hogy igazából csak megkérdezte, de a döntés az nála volt. Tehát mindegy, hogy mit válaszolt neki a ChatGPT, a döntés az emberi döntés volt, tehát nem a robot döntött helyette. Ugyanakkor a lelkész azt mondta, hogy ez az utolsó, amikor megcsinálja, mert azért csak kipróbálta. És azt mondta, hogy nagyon tudom, hogy magyar lelkész volt, nem tudom, hogy pontosan, de állítólag úgy emlékszem. Na meg a robotok az már vannak velünk, tehát hogyha úgy veszik a telefonokon, ott a Siri, meg a Google, ami válaszol nekünk, nem ennyire jól, de már válaszol. Mennyire nehéz ezeket összekötni a ChatGPT-vel és hogy válaszoljon reálisan. Már amit csinál a Microsoft a Bing-el, ők már beépítették ezt, és már a keresők úgy adják vissza a választ, ahogy a ChatGPT adja vissza. Elképesztő. Ugyanakkor lehet, hogy folytatnám, a Google-nak a bárgya pedig pont ezzel esetlenül akartak kijönni ők is, hogy na, mi is most itt vagyunk, és az élő műsorban ellőtték egy kicsit a bemutatót, pont rosszul válaszolt nekik a ChatGPT, és 100 milliárd dollárt estek, ami nagyon nagy összeg. Abban megverték volna háromszor a ChatGPT-t. Amúgy a különböző cégeken túlmenően kinek van félnivalója? Valóban elképzelhető, hogy a jövőben nem lesz szükség például forgatókönyvíróra, szövegíróra, újságíróra, íróra, költőre? Ez mindig megvolt, hogy megjelent az új technológia, megjelent egy... Régen megjelentek a mezőgazdasági gépek, megijedtünk, hogy jaj, akkor most már az emberek nem fognak dolgozni a mezőn, mi lesz velük. Mindig átalakultak a munkahelyek, tehát ugyanúgy lesz itt is. Ugyanakkor nem tudod rábízni 100%-osan a ChatGPT-re, most ő van a témában, akármilyen botra, nem tudod rábízni magad teljesen. A végső döntést is te kell hozzad, mivel hogy lehet, hogy pont egy rossz információt adott neked vissza. Ha te nem döntöd el, hogy egy rossz információt kaptál vissza, akkor rosszul fogsz írni egy forgatókönyvet. Sibás lesz. Tehát, oké, igen, meg tudja írni. Írtam már is egy teljes sztorit vele, megadod csak néhány dolgot. De még mindig át kell olvasni, és az, aki a háta mögött van a számítógépnek, kell a témában legyen jártas ahhoz, hogy egy jó mű legyen belőle. Tehát nem tudja teljesen kijutni az emberi forrást. Különböző történeteket írnak, igazából erre nincs idő, hogy kitérjünk. Arra viszont mindenképpen rákérdeznék, hogy figyelembe véve, hogy a fejlesztők azt mondták, hogy biztos lesz olyan szakma, szakág, amely meg fog szűnni. Ez régebben is így volt, ezután is így lesz, vélehetően a mesterséges intelligenciának is köszönhető ez bizonyos szinten. De ők azt mondták, hogy ezzel együtt megjelennek majd új szakmák, új szakágak. Ilyen például igaz a számítógépek elterjedése után a programozó szakma, igaz? Korábban nem is gondoltuk volna, nem is sejtettük, hogy ennyi programozóra lesz szükség, és soha nincs elég belőlük. Te hogyan látod? Valóban megjelennek majd új szakmák? Egyre több és több? Természetes, úgyhogy volt a tördeléssel. Tördelés megszűnt, jött számítógépen való tördelés. A Photoshop megszűnt, a filmen való fotózás, jött a digitális fotózás. Tehát, igazából átalakulnak a szakmák. Tehát be fognak jönni persze azok a szakértők, akik az AI-hoz értenek, azok, akik konzultálnak az AI-ba. Tehát persze minden nap meg fog jönni, és egyre jobban, hamarabb meg fognak jönni az új szakmák. Tehát nagyon sok alkalmazás, keresőfelület megszűnhet, igaz? Mert miért keresek rá én az interneten valamire, hogyha megmondja nekem a ChatGPT, hogy mi a válasz? De ugyancsak keresést csinálok valamilyen szinten, csak most már beszélgetek vele, és nem mondok két szót. Eleinte, ha visszaemlékezel, mikor megjelent a Google például, kerestél egy szóra, két szóra maximum. Utána most már bejött az, hogy keresel 5-6 szóra egyszerre. Most már beszélgetsz vele. Tehát ugyanez lesz. Hogyan választja ki a chatbot, hogy
melyik a helyes információ, hiszen az interneten rengeteg dolog kering, terjed, nagyon sok információ van mindenféle témakörben, van ami helyes, van ami helytelen, gyakran egymásnak ellentmondóak. Most a chatbot nem tudja, tehát neki nincs döntési joga. Ő visszaadja azt az információt, amivel tanítva volt. Ha rossz információval volt tanítva, természetesen rossz információt fog visszaadni. Ha jó információt kapott, akkor meg jó információt fog visszaadni. Persze a fejlesztők azt mondják, hogy ők megpróbálják, hogy minél jobb információt kapjanak jó forrásokból. De ki dönti el azt, hogy melyik a jó forrás? Ezen szórakoztunk éppen, hogy láttam, megjelent a kínai konkurense a ChatGPT-nek, egy Google, kínai Google-féleség, és épp szórakoztunk, hogy oké, ha most az ők információkkal volt tanítva, akkor miről fog mondani? Tehát csak a kapitalizmusról fog beszélni, vagy a kommunizmusról? Tehát mi lesz neki jó? Mi az az információ, amit ő helyesnek fog venni? Tehát a végén az ember kell eldöntse, mi helyes neki. Legalábbis egyelőre még ezen a szinten vagyunk. Amúgy kell-e, lehet-e korlátot szabni a mesterséges intelligencia fejlesztésének? És ha korlátot szabunk, akkor hol van ez a pont? Hát ha engem veszel példának, akkor az én korlátom nagyon fent van, én több mindent elfogadok. Ha egy olyan szemét veszel, aki nem is szeret hallani róla, akkor úgyse fogja ezt, neki a korlátja nagyon lent lesz. Ki szabja meg ezt a korlátot? Én, vagy az, aki egyáltalán a nullán van? Tehát... Amúgy megkérdeztük a ChatGPT-től is, hogy mi a véleménye ez ügyben, és a chatbot azt mondta, hogy szerinte szükség van a korlátra. Lehet, hogy megkérdezhetnénk a chatbottól, hogy hol legyen akkor ez a pont. Hát ő nem tudja eldönteni, hogy hol van a pont. Azt mondja, hogy szükség van, az lehet. De hogy hol van az a pont, azt nem tudja eldönteni. Tehát az már szemétől függ. Amúgy nagyon röviden még egy utolsó kérdés. Milyen mértékben fogja szerinted megváltoztatni az életünket a közeljövőben akár a mesterséges intelligencia? Én azt mondom, nagyon. Legalábbis már az én életemet megváltoztatta eléggé, tehát naponta órákat ülök szórakozásra. Most egyelőre még szórakozásnak mondom, de már beépítettük szoftverbe, már kezdünk tovább látni, mit tud csinálni. Most gondolkoz azon, hogy mindenkinek van egy hűtőszekrény otthon. Milyen szép lenne, hogy a hűtőszekrény, amikor beteszem az ételt, akkor megszámolná, hogy mennyit tettem be, mit tettem be, hogy hány tojást, hogy mit tudom én, és amikor kiveszem, levonna ezeket, és megmondom, hogy oké, hűtő, mondd meg nekem, hogy mit tudok most készíteni tojással. És akkor neked elmondja szépen, hogy a tojásrátottát tudsz csinálni, van egy kicsi zöldség, amit bele tudsz vágni, ez megvan, de még kéne hozzá, mit tudom én, 3 liter olaj, és akkor megrendelem az olajat neked a Kauflandból. Nagyon érdekes dolgok ezek. A fejlesztők szerint a mesterséges intelligenciának köszönhetően mindenképpen könnyebbé válik majd az életünk, meglátjuk, hogy mi fog majd történni kis idő múlva. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bejöttél a stúdióban.